Jennifer Love Hewitt, Solecki Janka, Betty White, Kassai Ilona. Különleges Valentin nap. Azt mondtuk, nem sír. Nem. Csak te mondtad. Én nem. Jó. Úgy sajnálom. Itt hagylak. És pont most nem lehetek melletted. Legalább nem látsz meghízni. Pedig nagyon kíváncsi voltam rá, komolyan. Nem hittem volna, hogy ilyen lesz az első évfordulónk. Kérjük kedves utasainkat, hogy kezdjék meg a felszállást a 37-es számú Los Angelesbe tartó vonatra. A Los Angelesbe tartó menetrend szerinti járat a 12. vágányra indul. Kérjük kedves utasainkat, ez kezdjék az... meg a felszállást. Kérlek, minden nap írd nekem. Mindenre kíváncsi vagyok, hogy vagy, mit reggeliztél. Vagy épp hány inget kérem. Igen. Na, ne, kérlek ne, Caroline, figyelj, ki fogjuk bírni. Ígérd meg, hogy visszatérsz. Visszatérek, ígérem. Utolsó figyelmeztetés, a vonat azonnal indul. Ne sírj. Várni foglak. Megyek. Most már tiéd a szívem. Tartsd a szíved mellett, és épségben hozd haza. Mindig szeretni foglak. Caroline.
Jó napot, Mrs. Thomas, hogy van ma? Ó, Mr. Williams! Jöjjön, üljön le! Nagyszerűen nos, ha így van, akkor már ketten vagyunk. Épp mondtam magamnak, ilyenkor szokott megjelenni a csinos Caroline Thomas. És itt van menetrendszerűen. Ó, nem akartam késni. Nem, gondoltam, hogy nem. 25 éve, amióta itt dolgozom, egyszer sem késett. Sem az előtte lévő 40 évben. Nem tudom, hogy említettem-e már önnek, de amikor még tanítottam, minden valettin napot szabaddá tettem, hogy ide jöjjek. Hozhatok valamit? Vizet? Nem, nem, köszönöm. Csak itt üldögélek. Megvan mindenem. Nos... Viszlát. Beüljük, kedves utasaink figyelmét, hogy a 20-as számú vágányra szerelvényt tolnak. És vége! Új témákat hozok megbeszélésre. Remek, a portás, aki a spórolt pénzéből ösztöndíjat alapított. Mr. Figuera nem óhajt interjút adni. Igen. De Irving szenátor másrésztről az újraválasztására készül, és alig várja, hogy megossza gondolatait és emlékeit. Az önéletrajza ütős. A könyve még ütősebb. Cikkek, amiket ő írt, amiket róla írtak, ez pedig a veteránokról szóló törvényjavaslat. Ez nem éppen amerikai naplós. Pontosan! És ha remekül összehozott, behívnak vele a világ profilba. Veled tartok, mint a producertársad. Így nem kell többé az idióta és nyálas csöpögés mocsarában dakonyáznunk. Akkor átfér egy kis csapvíz. Értettem. Dagonyázol, Susan? Én nem. Nekem jó. Julie javaslata Irving szenátor interjút adna, az újraválasztására készül. Érdekes emberek. A szenátor is ember, és néha érdekes. Ez nem a világprofil. Ez az amerikai napló. És ez való az amerikai naplóba. 1944. Egy fiatal arra a pályaudvarra megy Valentin napon, ami egyben az évfordulójuk, hogy ifjú tengerész férjét a háborúba küldje. A férfi esküszik, hogy hazatér, a nő várni fogja. A férfi ütközetben eltűnik, de 65 évvel később a nő még mindig reménykedik. Az állomásra megy minden Valentin napon, ahogy idén februárban is tette, és várja a férje vonatát. És? Ennyi. Mit tesz még a nő? Egyesületet szervez a tengerész feleségeknek. Kimegy az állomásra, és vár. Szerelmi történet. Tudod, mit juttat eszembe? A japán kutya sztoriát, aki a gazdáját várja az állomáson még 10 évvel a halála után is. Susan. Komolyan könyvfakasztó lesz. Kutyák és idős hölgyek, akik az állomáson várják elhunyt szeretteiket, na ne. Lucas Thomas, Susan Ellison. Hello. Az unokája vagyok az idős hölgynek, aki az állomáson várja az elhunyt férjét. Lucas és az unokaöcsém Bobby együtt jártak egyetemre. Amikor Bobby elmesélte a feleségemnek a sztorit, ő eltökélte, hogy megtalálja a módját, hogy a nagymamát szerepeljen az amerikai naplóban. Kapizsgálom, hogy miért lenne jó ez a műsornak, de a nagymamám nem az a típus, aki ilyen módon hajtana a hírnévre. Kösz az ebédet. Szívesen. Örültem. Bevágottál, Susan. Meg lesz a sztori. Jó napot! Susan Ellison vagyok, az amerikai naplótól GNTV. Jó napot! Sajnálom, kedvesem, nem ismerem a műsorát. Ön Caroline Thomas? Igen, én. Remek! Szeretnék önnel interjút készíteni. Velem? Összetévesz valakivel? Nem, biztosan önt keressük. Ó, ez nagyon kedves, de nem köszönöm. És ha most megbocsát, feltettem egy teját. Oké. Hello, mondtam, hogy az amerikai naplótól jöttem. Igen, már említette, de engem nem érdekel a televízió, és amint hallja, éppen dolgom van. Ismerem Lucast.
Ön Lukasz egyik barátja? Hát miért nem ezzel kezdte? Jöjjön csak be! Érezze magát otthon. Kérek, köszönöm. Mit is mondott, hogy hívják, kedvesem? Susan, Allison. Halló, Lukasz? Itt a Nagyi. Nem is mondtad, hogy ma meglátogat engem egy barátod. Te is jössz? Milyen barát? A neve Susan Allison. Egy interjú miatt jött. Ott van nálad? Igen, épp teázunk. Már is indulok, Nagyi. Jól van, drágám, várunk. Nagyi! Szervusz, drágám! Szia, Nagyi! Lukaszt, üdv! Hello! Hogy van? Jól vagyok. Csak kicsit meglep, hogy itt látom a barátom. Igazából nem azt mondtam, hogy a barátom, hanem hogy ismerem. Na hát, ez a rózsabokor csodaszép. Ez a bokor elszáradt. Dehogy száradt. És olyan különleges a számomra. A férjemmel együtt ültettük nagyon-nagyon régen. És pontosan mikor? Nagyi, kérlek most, megbocsátanál nekünk egy percre? Ó, persze, egy drágám. Perc. Igen. Én hozok ki egy kis jeges teát. Jól hangzik. Igyekszem, köszönöm. Mit keres itt? Azt hittem, nem érdekli a nagymamám. Tudja, azt hiszem, talán rosszul indítottam. Valóban? De most itt vagyok, szóval csak 5 perc. Kérem. Nagyon megindító történet lenne. Olyan, ami hatással van az emberekre is, segít hinni a szerelemben. Mint annak a japán kutyának a története. Japán kutya története? A története ráébreszti a nézőket, mi számít igazán. Csak azt nem értem, hogy miért én? Nagyon sok nő keresztül ment ugyanazon, mint én. Nem vagyok különleges. Dehogy nem. Igazán? Árulja el, a Nagyim története mitől olyan különleges? Nos, attól, hogy ön életben tartotta a szerelmet. Sajnálom, kedvesem, szerintem nem engem keresnek. Sok nő életben tartotta a szerelmet. Én csak kimentem az állomásra. Milyen szomorú. Az egész élete abból állt, hogy a pályaudvaron ült és várt valakire, aki sosem tért vissza. Julie, nem az egész élete, csak egy nap minden évben. Jól van. Te minden hétvégén ennyi időt töltesz azzal, hogy vársz haza a golfról. Susan is ennyi időt vár 2 hetente Andrewra a reptéren. Annyi különbséggel, hogy én megjövök. Rendszerint. Jó, egyszer nem. Egyszer nem értem el a gépem. De most? Most itt vagyok. Főzött neked, kiszolgált. Tudtam. A gyertyák és a virágok. Előre kiengesztelsz valamiért. Hadd találjam ki. Elfogadtad a 8 hónapos megbízatást Üzbegisztánba. Életre szóló megbízatás. Ez egy eljegyzési gyűrű. Épp ezt mondtam én is, mihelyt megláttam, mondtam, jé, ez egy eljegyzési gyűrű. És a válaszod... Fel sem tetted a kérdést. Fel sem tettem a kérdést? Mit gondolsz, mit mondtam, amikor odaadtam, hogy nézzünk filmet? A megfelelő kérdés ez. Hozzám jössz feleségül? És mondjuk 4 szemközt kérsz meg. Meg akartam osztani a barátainkkal. A legjobb barátainkkal, akik azóta is azt suttoghatják odakint, hogy szegény Andrew. Jól van, mondd, mit vársz tőlem?
A kedvükért mondjak igent, aztán visszatáncoljak? Nemet mondasz? Nem. Nem tudom. Beszéltük, hogy egy nap összeházasodunk. Mit csináljunk? Elmenjünk? A kulcs és az akó bent van. De jól megvagyunk, jól kijövünk. Honnan tudjuk, hogy kijövünk egymással, Andrew? Te folyton Guatemalában, Ruandában vagy Egyiptomén vagy. Ez a munkám. Megyek, ahová küldenek és fényképezek. Azt akarod, hogy váltsak állást? Nem. Szakítani akarsz? Andrew, óriási a különbség. A között, hogy hirtelen nemet mondok egy lány kérésre, vagy szakítunk. Majd hívlak, vagy hívj te, mindegy. Legyen nálad, gondold át, és ha visszajöttem Fidzsiről... Fidzsi, értem. Mi? Semmi. Mire hazajössz, megbocsátasz, amiért leégettelek a barátaink előtt, így én sem érzem majd kellemetlenül magam a ma este miatt, aztán minden újra a régi lesz. Ígérd meg, hogy átgondolod. Miattunk. Úgy lesz, ígérem. Sziasztok! Jó ét! Én megyek. Neked is majd más. Jó ét, Andrew! Most biztos szörnyen érzitek magatokat. Nagyon sajnálom, sok mindent át kell gondolnom. Min kell annyit gondolkodnod? Évek óta ismeritek egymást. Remek fickó. Elképesztő fickó. Igen. Mondd, mi mást akarsz még? Nem tudom. Oké. Oké. És miért nem mondod el, mi bánt? Akivel le akarod élni az életed, attól nem vársz izgalmat? Sőt, mi több pezsgést. Nem kellene, hogy legyen... varázslat. Nézd, én csak emlékeztetni akarlak, hogy ilyen pasi nem terem minden bokorban. Mondogasd, miközben golfozom. Vettem. Én szurkolok nektek. Köszi. Szívesen. Jó ét. Én csak nem szeretném, ha később megbánnád a döntésedet. Ennyi. Oké? Oké. Holnap hívlak. Jó napot! Halló? Szia! Miért nem vagy a vágószobában? Ma ismét találkozom Caroline Thomas-szal, amíg nincs meg az interjú. Ő a legjobb barátnőm. Jó, de ki fogja megvágni a riportodat? Le vagyunk maradva. Majd te. Olyan nagyszerű vagy, oké? Kérlek, segíts, Kék. Rég nagyon akarja ezt a riportot. Most mennem kell. Hát itt van. Nem szokása bejelentkezni, ugye? A telefont letehetik. És ha valaki nemet mond? Olyan nem fordul elő. Nagyon rámenős. A nagymamája? Biztos készülődik, nem hallotta magát. Hová? A szokásos szombati randiára. Talán beletarthat. Randira? A katonák a nagymamám gyenge pontja. Én csak itt megvárom. Itt az én öreg halászom. Ó, és Dave, jól tudom, oda van a sportért. Ez az új szám. Köszönöm. Hello, jó napot. Jó napot. Kér egy magazin? Oh, nagyon kedves. Akárhogy is szapuljuk a New York Yankees-t, egész egyszerűen ők a legjobbak a baseballban. Ki mondja? Ó, ugyan. De hát, ha ezt írja az újság... Azt azonban senki hát sem igen. Hitatja, nem fáj neki? Látni a hazatért veteránokat? Mindig bosszankodik, ha az emberek félreértik, kit is kín az igazán a fájdalom.
Nem utálom őket, de bárcsak ne győznék le a kedvenc csapataimat. Akárhogy szóval is a baseball, ön szerint vele megy a riportba? Nem tudom. De úgy látom, hogy önre hallgat. Én nem beszélem rá. Akkor sem, ha meggyőzöm, hogy jó dolog. Ezt nem nekem kell eldöntenem. Ahogy ő dönt, azt támogatom. Értem. Tudja, ez kedves, hogy mellette áll. Ez kölcsönös. Miután elvesztette nagyapát, másoknak szentelte az életét. Apámnak, a diákjainak, nekem. Nekik. 20 éves volt. Most rajtam a sor. Maga nagyon különleges fickó. Én nem hinném. Miért maga nem segíti a családját? Igazából az én családom Bostonban él. Mi nem tartunk össze. Az apám meghalt néhány éve, és anyámmal nem igazán találkozunk, szóval... Csak felcsegek itt, és ne haragudjon. Van valami a derekával? Nem, semmi. Csípőnyújtó gyakorlatok. Merevek a hajlító izmai. És nem fecsegett. Beszélgettünk. Szerintem a nagymamája már végzett, szóval... És miért csinálja? Őszintén? Először azt reméltem, megtalálom Neilt. Annyi sebesült katona volt. És azt mondogattam magamnak, hogy bármi lehetséges. És aztán más lett a célja? Igen, azt hiszem, igen. Mert jó érzés volt, tudja segíteni, még most is. Az én generációm még tiszteli a szolgálatot. Az országunkért, egymásért. Talán régi módinak hangzik sok embernek. Nem is tudom. Számomra nem régi módi. De úgy tűnik, hogy ez önöknél családi vonás. Ez nagyon tetszik. Nem szívesen hagyom itt a kedves társaságot, de most már dolgoznom kell. Ó, persze, menj csak, Lukasz, és köszönöm a mai napot. Semmiség, Nagyi. Jövő héten ugyanekkor. Jó volt újra látni, Susan. Igen, élveztem. Én is. Ó, tessék. Köszönöm. És Lukasz mivel foglalkozik? Nem tudja. Fizikoterapeuta. Nem sokára híres lesz. Tényleg? Megjelenik a könyve. Szóval, eddig nagyszerű volt. Mi jön most? Most? Hozzák a kamerákat, vagy... Megcsinálhatom a sztoritok, köszönöm! Elnézést! Oké, igen, a végén szeretnénk, ha a kamera elé állna, és elmondaná a történetét a saját szavaival, de addig... Ó, kedvesem, én nem hiszek az addigban. Az életet a jelen szövi. Milyen hamar kezdenénk? Remélem, nem baj, ha kertészkedés közben adok interjút. Természetesebb, ha lefoglalom. A természetes tökéletes. Ki akarna ennél jobbat? Készen áll, kezdhetjük. A saját szavaimmal? Ahogyan szeretné. Rendben. Na, azt hiszem, kezdem az elején. Bár a kapcsolatunk Neillel nehéz megmondani, hol is kezdődött. Ismertem, mióta az eszemet tudom, még az elemiből. De az érettségi előtt egy évvel a családja elköltözött, és megszakadt a kapcsolat. Nem is találkoztunk 43-ig. Addigra már javában tartott a háború. Győzelmi kerteket gondoztunk. Fém és gumihulladékot gyűjtöttünk újrahasznosításra. Bárhová néztünk, minden emlékeztetőül szolgál. Jó alaposan. Mindenki azon fáradozott, köszönöm, hogy a maga módján valamivel segítse a háborút. Mert mindannyiunknak harcolt valaki a fronton. Ablakba akasztott csillagok mutatták, hogy a család hány tagja ment a tengeren túlra. Az emberek összetartottak, összekovácsolta őket a hazafiság. Én az Egyesült Szolgáltató Szervezetnél segédkeztem.
Gyere! Caroline? Caroline Jensen? Neil! Ez hihetetlen, én... Jenny, nézd ki van itt! Emlékszel a nővéremre? Igen. Neil Thomas, olyan helyes vagy, hogy ilyen pasi nincs is. És te is. Mármint jól nézel ki. Ti mindketten... Jól néztek ki. I don't want to set the world. Nincs megmosva. Isteni! Tessék. Finom. És pilóta vagy? De ez azt jelenti, hogy... Egyelőre itthon szolgálok. Repülőoktató tisztként dolgozom a haditengerészeti légierőnél. Akkor... talán nem is kell. Hát... Tudod? Ki tudja. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on. Jó, szorosan oda volt. Igen, attól féltem, hogy leesik. Köszönöm. És most a Mills Brothers legújabb dalával kedveskedünk. Oh, imádom ezt a dalt. Te nem? Igen, jó szám. Szégyeltem, hogy ilyen biztonságos, kényelmes munkám van. De megláttalak. És hirtelen én... Caroline, talán nem ez a legalkalmasabb idő, de manapság az ember nem halogat. Ha visszagondolok arra, ahogyan együtt felnőttünk, és annyi minden jut eszembe. De hiába keresem. Nem emlékszem a pillanatra, amikor ne szerettelek volna. Jó lenne, ha mondanál valamit. Jó lenne, ha megcsókolnál. Egy hét múlva már jegyben jártunk, és három nap múlva összeházasodtunk. Egy dologra megtanított a háború, hogy nincs vesztegetni való időnk. A szerelmet nem lehet veszni hagyni. Beszéltél Andrewval? Címszavakban, a hangpostájával. Döntöttél már? A gyűrűről? A gyűrűről, a pasiról. Többet nyaggatsz, mint ő. Persze, hogy többet nyaggatlak, mert többet is beszélek veled. Igen, ez a probléma. Igen? Mióta? Azt hittem, szereted, hogy független vagy. Itt van ez a remek fickó. Bejárjátok a világot, élve a magatok életét. Ölni tudnék az ilyen szabadságért. Jó neked. De én ennél többre vágyom. Nagyon szépen gyógyulsz, de azért még lassan a lendítéssel. Mutatok néhány gyakorlatot otthonra. Kérlek, fordulj felém. Így jó. Fogd az ütőt a bal kezedbe, a közepe táján. Itt fog meg ballal. Most leveszem a tartót. Egy kicsit fájni fog. Kezdj el lendíteni.
Csak nagyon finoman. Érezted? Most tovább. Nagyszerűen kezeli a srácot. Ígéretes játékos, de elszakadt a keze forgatóizma. Azt hitte vége mindennek, nem dobhat többé. És maga meggyógyítja? Igen, sikerülni fog. Csak hosszú időbe telik. Türelem és újra szárnyalhat. És mi a helyzet önnel? Ezen hiányzik minden. A szárnyalás? Tegyük el a szőnyeget. Hogy érti? Akkor holnap innen folytatjuk? Bocsánat, rágúgriztam. Riporteri rossz szokás. Oké, és mit talált? Nos, Mr. Thomas, ön volt az egyetemi kosárcsapat sztár irányítója, és diploma után az NBA erőlléti edzője lett. De néhány év múlva egy napon hirtelen kilépett. Mi történt, hogy ott hagyott egy ilyen fontos állást? Nos, ez nem meglepő, ha az elődeimre tekintek. Mert sokuk elvált. A gyerekeik alig ismerik őket. Rájöttem, hogy többre vágyom, mint városról városra utazni a csapattal. Én azt hittem, hogy a nagymamám a szóban forgó téma. Igen. Persze. És most azért jött, hogy róla beszélgessünk? A csípőm miatt. Merevek az izmaim. Igen. Rendben, van pár percem a következő páciensig. Mutathatok pár gyakorlatot. Remek lenne. Oké. Vegye le a cipőjét. A magas sarkú már hozzám nőtt. Oké, akkor kezdjük kitöréssel. A jobb láb előre. Jó van. És bal térd le. Várjon, segítek. Oké. Oké, rendben. Most pedig az következik, arra kérem, hajoljon hátra felém. Oké. Érezze a nyújtást, érzi? Tudja mit? Ez valószínűleg a vőlegényem. Igen, ő az. Halló? Andrew, szia! Köszönöm. Igen, Ez fura. Hello? Andrew, szia! Köszönöm, már is jobban érzem magam, oké? A bácsikámtól vettük meg a házat. $100 előleggel, havi $50 részletekkel. Alig vártuk, hogy lássuk, mit kezdhetünk vele. A fa elkorhat, ellepték a termeszet. De a miénk volt. Az első közös tulajdonunk. Minden csodás pillanatát őrzöm annak, hogy Nillel életre keltettük azt az öreg házat. Az a sok deszka, a szögek, a festék, a gazdag veteményes, mind az ő keze munkája volt. Annyira kivette a részét a felújításból. Édenkerté varázsolta, mielőtt elment. Édesanyám nekünk adta a régi bútorait, látta a hintaszéket? Abban a hintaszékben ültem, mikor megkérte a kezem. Sok gyerekről álmodoztunk, akik majd a kertben futkároznak. Neil rögtön rávágta, kerítés kell, nehogy szétszéledjenek. Felkérhetlek. Just hold me tight and tell me you miss me while I'm alone. And Tedd le! Elég, Caroline! Elég! Elég, hagyd abba! Still craving your kiss. How you pay my kiss. Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just sing this. Give me a little kiss.
kiss sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be. Nem utaztunk el Nászútra, de a legszebb mézes heteket töltöttük együtt. Egy éven át tartott. Addig a napig. Amerikai repülők véghez vitték a háború eddigi legnagyobb váratlan nappali támadását Németország ellen. A szövetségesek visszaverték az ismételt német támadásokat. Az orosz erők közelebb jutottak a fronton, és folytatódik a csendes óceáni offenzíva. A részletekért kapcsoljuk a CBS Pearl Harbor-i riporterét, Webley Edwardsot. A csendes óceáni erők támadnak. A japánok kénytelenek visszavonulót fújni. A tervük, hogy elfoglalják a szigetet. Aggódsz, hogy talán behívnak? Azt hiszem, be kellene vonulnom. Ha nem veszem ki a részem. De igen. Kiveszed a részed. És így több az esély, hogy 20 év múlva is köztünk lesz. Én nem tudok így gondolkodni, Caroline. Én csak... Tudtam, ha van bátorsága kockáztatni a halált, nekem is bátornak kell lennem kockáztatni az életet. Ezért csak arra koncentráltam, hogy közel legyek hozzá. Látod, ezt itt ki kellett cserélni. Oda betettem az ilyet, most meghúzom, és már kész. Minden nap írtam neki. Néha kétszer is. Megvárom, nyugodtan. Köszönöm. Mr. Myers, jó napot! Úgy tűnik, a feladónak ugyanaz a vezetékneve, mint az öné. Köszönöm! Drága Caroline, hiányzol. Itt egy ajándék tengerész feleségemnek és egy repülő a gyermekünknek. Kihajóztunk San Franciscóból, és 7 nap alatt elértünk Pearl Harborba. Mivel tartalékosok vagyunk, várjuk a feladatokat. A harcok jelenleg a Mariana és a Carolina szigeteken zajlanak a Fülöp-szigetektől keletre. A flotta sorra foglalja el a szigeteket, a légteret és az óceánt. Ami engem illet, minden percben rád gondolok. Zsebemben őrzem Valentin napi üzeneted, a szívem mellett emlékeztetőül, hogy egy napon mindez véget ér. És újra együtt leszünk. Néha egy-egy pillanatra elfelejtem, hol is vagyok. Körülnézek, és arra számítok, hogy megjelensz. De csak egy mogorva tengerész bámul rám. A többi személyes. Ezek éltettek. Néha hetek teltek el annélkül, hogy egy szó jött volna felőle. Aztán egyszerre többet is kaptam. A környéken mindig mindenki összerezzent, amikor megjelent a szövetségi postás. Egy dologtól rettegtünk legjobban, a távirattól. Sziasztok, gyerekek! Anyukátok itthon van? Táviratot hoztam. Thank you.
részletem. De az élet ment tovább, néha vágtázva. Reggel bejelentették, hogy a csendes óceáni flotta és a szárazföldi gyalogság Douglas MacArthur tábornok irányításával támadást indított a japán haderő ellen a Fülöp-szigeteken. Az amerikai történelem legnagyobb tengeri hada, a csendes óceáni flotta hajnalban felsorakozott és megtámadta az ellenséget szárazföldön és tengeren. A szárazföldiek a flotta támogatásával már be is jutottak. Ezt a repülőt apu faragta neked. Apu most a saját repülőjét vezeti, és csak rád gondol. Mrs. Caroline Thomas? Sajnálom. Ha tud, hívjon fel valakit. Van valaki, akivel... A férje része sajnálattal értesíti, hogy a férje Neil Thomas ütközetben eltűnt. Nem halt meg. Nem tudják. Eltűntem, halott. Nem. A férjem nem halt meg. Eltűntem, halott. Így indult az igazi várakozás. Azt hiszem, most bemegyek a házba. Caroline, minden rendben? Én csak kicsit elfáradtam, ennyi. Jó, hadd pihenjen egy kicsit. Akkor leállítom. És ha visszajön, csak egy-két perc. Akkor majd jól van. Leteszem, oké? Okay? Ez meg mi? Hívjátok a mentőket, Caroline! Caroline! Hé, nézd csak! Tőle, hogy... Jó napot! Az intenzíven van, a folyosó végén. Craig kérte, mondjuk el, mi van. Remélem, nem a mi hibánk.
Dr. Lewis, hívja a 4324-es melléket. Dr. Lewis... Még itt van? Igen, aggódtam, aggódom. Átesett egy enyhe fokú szívinfarktuson. Most végzik a vizsgálatokat, hogy mekkora a károsodás. Úgy sajnálom, felelősnek érzem magam. Nem, ne tegye. Jó, de ha az emlékek felidézése ennyire felzaklatja... Nézze, ilyen boldognak még nem láttam őt, mint az elmúlt napokban. Újra az a szerelmes fiatal lány lett. Tessék, már kihűlt. Kösz. Dr. Bensont keresik a 35-ös melléken. Dr. Bensont keresik a 35-ös melléken. Remélem, 80 éves koromban olyan... olyan valaki gondoskodik róla, mint maga. Mint én? Ne, a nagyi sokkal erősebb nálam. Én csak igyekszem. Szeretném, ha rendben lennének a dolgai. Igen, én tudom, hogy ezzel foglalkozik. Rendbe hozza az embereket. De hogy gyógyít meg egy összetört szívet? 20 éves volt, amikor nagyapa eltűnt. És azóta nem volt senkije. Egész életében csak egyetlen egy szerelme volt. Kinek adatik meg? A nagy szerelem. De az ő szíve mégsem fáj. Soha nem mondott le a szerelemről. Dr. Davis, jelentés az intenzív osztálynak. Nekem most mennem kell. Jó van. Kösz, hogy megvárt. Persze, igen. Hogy ne, én tudja, megadom... a telefonszámom, amin hívhat otthon, ha a nagymamájának kell valami. Igen. Vége? De nem lehetne elhalasztani, várni egy pár hetet, hát ha jobban lesz. És aztán? Újra lerohanni, hogy újabb infarktust kapjon, a családja bepereljen. Ki van még a tarsolyban? Halló, itt Susan. Susan, a mennyasszonyom? Susan, aki azt hitte, hogy erről nem beszélünk, amíg haza nem jössz. Milyen Fidzsi? Gyönyörű, romantikus. Magányos. Alig várom, hogy lássalak. Na és mikor jössz haza? Nem tudom, összehaverkodtam pár fickóval, akik ácsoltak egy hajót, és azt kérik, maradjak még a kiküldetés után, hogy hajókázzunk egy kicsit. Azt hittem, alig várod, hogy láss. Úgy van, de Susan, ez egy életre szóló dolog. Igen, oké. Nos, élvezd, ami egy életre szól, és... Közben ne légy magányos. Hamarosan hívlak. Szia. Halló. Hello, Susan. Halló, én... hogy van, Caroline? Még gyenge, de az orvosok szerint rendbe jön. Önről kérdezett. Rólam kérdezett? Érdekelte, hogy hogy van. Miért nem nyit ajtót? Azért, mert senki... Nem mondhatja, hogy nem telefonáltam, mielőtt jöttem. Igen, magam meg nem mondhatja, hogy nem mosolyogtam, amikor közöltem, mert nem maradhat. De van egy kis házim. Házia? Igen, holnap Washingtonba utazom. És van némi olvasnivalóm. Oké. Akkor azt hiszem, majd... találkozunk, ha visszatért. Jó van. Hé, várjon! El kell mondanom, hogy a főnököm, Craig, úgy gondolja, a riport nagyon megviseli a nagymamáját, ezért lefújta az egészet. Hűha, én azt hiszem, hogy a nagyim nagyon csalódott lesz. És most... hogyan tovább? Interjú idiótákkal és jótevőkkel. Úgy értem... most... hogyan... tovább? Sejtettem, hogy nem szabad ajtót nyitnom. Akarod, hogy elmenjek? Nem. De azt hiszem, hogy el kell menned, szóval...
Tudnunk kell, miért harcolunk, nem de? És emellett szükségünk van szilárd meggyőződésre. Nem panaszkodhatom. Minden küzdelem után ott vár a jutalom, de ezt ne úgy értsék, hogy elbíztam magam. Továbbra is harcolok, amíg a választók hisznek bennem. Még sok évig, ez biztos. Kösrácok, köszönöm, szenátor úr, hogy örömmel, ránk áldozta az örömmel, idejét. Kérem, tudassa, mikor megy adásba, hogy megnézzem, és ha bármit tehetek önért, amíg Washingtonban van, csak szóljon. Köszönöm. Tudja, igazából... Hello? Mr. Lisson, Max Irving, megvan az információ. Ejha, ez gyors volt. Az asszisztensem e-mailen küldi. Nagyon köszönöm, szenátor úr. Szívesen. Jól hangzik. Remek. Szia, mondd. Szia, egy szívességet szeretnék kérni. Továbbítok neked egy e-mailt. Ki kell derítenem, vannak-e még élő rokonai egy férfinak? A neve Billings, Jeffrey. A környék... Lubbock, Texas. Hú. Lukasz hív. Leteszlek. Lukasz? Szia. Szia. Hogy van a nagyid? Most épp alszik. Szívósabb, mint amilyennek tűnik. Szia, édesem. Köszi. És a szüleim is idejöttek New Yorkból. Nagy meglepetés várja, ha felébred. Milyen Washington? Küldetés teljesítve. És módosul a tervem. Irány Texas. Texas? Mennyire keresték a nagyapádat? Azután, hogy eltűntnek nyilvánították. Megtettek mindent, amit lehetett. A nagy éveken át járt a haditengerészethez. És azt tudtad, hogy volt két amerikai túlélője a nagyapád utolsó küldetésének? Csak egy. Úgy hívták Roberts. És már nem túlélő, mert nem sokkal a háború után meghalt. Rajta kívül volt még egy. A fickó neve Jeff Billings, a haditengerészet szerint megmentették, de adminisztrációs gubanc történt, és hivatalosan szolgálatban elhunytnak nyilvánították. Még nem 7 éve, amikor valóban életét vesztette, korrigálták a tévedést. Azt hiszem, a nagyid akkor már nem nyomozott. Nekem úgy tűnik, hogy kicsit, mintha már késő lenne, hogy bármi hasznossal szolgáljon. Tudod, a holtak mindig beszédesek, Lukasz. Hello! Mr. és Mrs. Billings? Uh-huh. Susan Allison vagyok, én hívtam önöket Washingtonból. A nevem Ann. Üdvözlöm. Ő pedig Len. Örvendek. Ön a televíziós hölgy. Igen, én vagyok a televíziós hölgy. Hozhatok valamit inni? Köszönöm, nem. Nagyon köszönöm, hogy fogadnak. Nem tudom, mennyit segíthetünk. Apám háborús történetein nőttem fel, és jól emlékszem, beszélt a hadnagyról, aki megmentette az életét, de nem tudta, hogy mi lett vele. Várjunk csak. Thomas hadnagy mentette meg az apját. Igen, hölgyem. Lövést kaptak a Manila öböl fölött, súlyosan megsérültek. Ejtőernyővel kiugrottak, a dzsungelben landoltak a Batán-félszigeten. Majd a helyiek visszajuttatták apámat a seregbe. De hogyha tudtak segíteni az önapján, hogy lehet, hogy Thomas hadnagy... Csak egy szekerük volt, amibe csak egy ember fért. A hadnagy lemondott róla. Azt mondta, apám állapota súlyosabb, majd valakit visszaküldenek érte. Erről szól a levél. Rögtön hozom. Milyen levél? Az első levél, amit apám küldött, miután megmentették. Minden esetre... Akkor látta a hadnagyot utoljára. A háború után próbálta keresni, de csak annyit tudott meg, hogy ütközetben eltűnt. Szóval Thomas hadnagy ott maradt a dzsungelben? Megismerkedett pár emberrel, törzsiekkel és néhány lázadóval. Így nem volt egyedül. Tessék, drágám! Apám mindent leírt. Anyám azért tartotta a Bibliában, hogy emlékeztesse, hogy minden Isten kezében van. Apám azt akarta, hogy ez eljusson a hadnagy feleségéhez.
Tessék, anya. Végre itt vagyunk. Hát te? Hello. Hallom, hazaengedték a kórházból, mert nem bírtak önnel. Hogy van? Ó, de örülök, hogy látom, jól vagyok. Jó, hogy itt vagy. Amint üdvözölte az unokámat, beszélhetünk. Oké, hadd mutassam be a szüleimet. Az anyukám, Megi. Apám, ifjabb név. Hello, üdvözlöm. Úgy érzem, mintha már ismernénk, pusztán a műsorából. Ó, örülök, ha tetszik. Van egy meglepetésem. Neil, az apád megmentette az ő életét. Esélye volt megmenekülni, de a beosztottját mentette. Jeff Billings nem tudta, mi lett a férjével. De a levélben említ egy törzsi férfit, Morenget. Utána járok. Úgy gondolja, lehetséges, hogy megtalálja? Valaki, valahol tudja, mi történt a dzsungelben. Ki fogom teríteni. Ígérem. Megígérted? Jó, túl merész ígéret volt, de azt hiszem, képes vagyok rá. Miközben a saját munkádat hanyagolod. De ez a munkám, tőled kaptam a feladatot. Amit lefújtam, rémlik. Igen, de ha belegondolsz, nem. Kérek, csak hadd mondjam el. Nem. Jó. Akkor tudod, mit viszlát egy hét múlva? Már 3 éve nem voltam szabadságon, és kissé kimerültem. Komolyan? Igen. Lehet, hogy nem vár vissza az állásod. Rendben. Ahogy gondolod. Beszélnél a fejével? Nem szoktam krékpártyát fogni, de amit tudsz, az csak egyetlen nem, név. Igazából megvan a hely is, a Batán félsziget. De nem tudod oda valósítani. Morenben szülött volt, a levél szerint ott született. Én meg New Jerseyben születtem, ez mégsem New Jersey. Nézd, nem hagyom, hogy Caroline Thomas úgy halljon meg, hogy ne kapjon választ a kérdéseire. Mert belezúgtál az unokájába? Hűha! Na jó, meginoktam egy pillanatra, de Caroline, ő a fontos. Susan, mi történt? Mi történt? Semmi. Majdnem semmi. Na és Andrew? Azon is rajta vagyok, oké. Távol tartom magamtól Lukászt. Jó, csak mert úgy tűnik, hogy nagyon kedveled a fickót. Nem vasthatnád témát. Köszi. Távolodom Lukásztól. Nézd rám. Távolodom. Hm? Nincs Lukász. Értem. Szia! Szia! Hoztam valamit. Ettől majd hajlékony leszel. Egészséges. És remélhetőleg boldog. Na hát, ezt mind tudja? Tudni fogja, amint megtanítalak rá. De ezt nem fogadhatom el. Nézd, tudom, hogy milyen elfoglalt vagy, és most túlórázol a nagyim miatt, csak... Eszembe jutott, mikor van időd magaddal foglalkozni? Futok. De ehhez virág is van. Csak egy baráti emlékeztető, hogy egy pillanatra állj meg, dőj előre helyes testtartással, és szagold meg a rózsákat. Imádom a rózsát. De nem lehet. Miért nem? Ajándék. Azért, amit tettél. Azt hiszem, maradjunk inkább barátok. Barátok. Oké. Legyünk barátok. Én kedvellek. De már járok valakivel, és nekem előbb tisztáznom kell, hogy mit is érzek ő iránta. Persze. Ezt csak most találod ki, ugye? Még jobban kedvellek.
Ez a legpontosabb meghatározás? Csak Oriontól északra? Esetleg térkép koordináták? A pilóta leírta a koordinátákat? Aha. Még nem mondtam, az unokám az új helyi szupersztár. Ahogy mondod, anya. Nézzétek csak, na? Ó, nem is lehetnék büszkébb. Nekem kicsit kínos, ha mondhatom. Miért? Hát remélem, hogy azért lesz, akit érdekel, mármint kinek kell egy dedikált példány a tornagyakorlatokról. Nagyon sok embernek segítettél, találkozni akarnak veled. Eljönnek. Miért nem hívod meg Susan? Nagyon aranyos lány. Jó van, álljatok le, mert vőlegénye van. Felejtsétek el. Ó, sajnálom. Nekem úgy tűnt, alakul valami. Nem, nem alakul semmi. A Nagyival értek egyet. Te is tetszel neki? De párszor emlegette a barátját, szóval vettem az adást. Azért ilyen gyorsan nem mondj le róla. Kedveled őt. Látom rajtad. Talán ez a férfi, akit emlegett, nem az igazi. Szia! Mit keresel itt? Egy nappal korábban jöttem. Hát, kár, hogy nem szóltál, mert akkor kimentem volna eléd. Ha gondolod, holnap kivihetsz a reptérre. Szóval holnap elmész megint? Nem. Felejtsd el, amit mondtam, kérlek. Sajnálom. Bocsánat. 12 órán át repültem. Jó lesne egy ölelés. Oké. Csűha? Mi ez a kutatás? Az ott Batán? Mi folyik itt? Emlékszel, meséltem a riportról, amin dolgozom. Egy hölgy elvesztette a férjét a második világháborúban, Rémi. Őt próbálom megtalálni. 60 év után? Igen, de már tudom, hol volt, és hogy hívták a férfit, aki utoljára látta. Moreng. Megvannak még a Fülöp-szigeteki kapcsolataid, akik segíthetnek? Igen, még vannak ott ismerőseim, de már egy ideje nem beszéltünk. Tudod, ő volt életes szerelme, és még mindig nem tudja, mi történt vele. Hát csak ennyit kellett mondanod. Mindent a szerelemért. Nem akarlak megbántani. Nem, persze, hogy nem. Sajnálom, Andrew, nem állunk készen. Igen. Reméltem, hogy talán... De sejtettem. Nem számíthatunk egymásra. És ez nem a te hibád, nem is az én hibám, csak ez a helyzet. Van valakid? Nincs. Miért? Nem, nincs. Senkim. Elküldöd e-mailben a teljes anyagot az eltűnt katonáról? Igen, de mi lesz velünk? Nem beszéljük meg? Most nem. Én... most én kérek gondolkodási időt. Felhívom az ottani cimboráimat. Talán valaki tudja, hogy kit keressen ez ügyben. Nem lesz egyszerű. Köszönöm. Köszönöm, hogy ilyen hihetetlenül rendes vagy. Tudnunk kell, miért harcolunk, nem de? És emellett szükségünk van szilárd meggyőződésre. Nem panaszkodhatom. Minden küzdelem után ott vár a jutalom.
Hello, dedikálnád nekem? Nem lehet. Miért nem? Nem én írtam. Ó, ne haragudj. A nagymamát felhívott. Mondta, hogy ugorjak be. Nagyon jól összehoztad. Gratulálok. Ó, kösz. Kösz szépen. És azt is mondta, hogy megint jár szombatonként olvasni a veteránokhoz. Úgy örülök, hogy jól van. Figyelj, amikor legutóbb beszéltünk... Ó, nem. Nem kell magyarázkodnod. Nem, igazából én úgy érzem, hogy kellene. Már akartalak hívni, de... Nagyon sajnálom, de be kell fejeznem a dedikálást. Talán majd máskor folytatjuk. Jó. Ott van Susan. Megszerveztem. Visszajöttél. Igen, vissza. És a lehetetlen küldetés? Andrew dolgozik rajta, tartom a Caroline-nak tett ígéretem, de most a karrierem a tét. Valamit el kell mondanom. Oké. Okay. Hé! Csak pár percet tudtam meg. Mi? Mi a frász folyik az irodámban? Nincs irodád, kiléptél. Hé, én nem léptem ki. Akkor talán félreértettem. Reméltük, hogy visszajössz, így fenntartottunk egy fülkét. Egy fülkét? Óvatosan. Kapd el és fuss! Miért alapította ezt az ösztöndíjat? Én nem mehettem főiskolára. Itt kezdődik az új videó. Segíteni akartam, hogy a jó gyerekek tanulhassanak. Szia, Andrew, itt Susan. Egy ideje nem hallok rólad, szóval hívd fel, oké? Okay? Tudásd velem, hogy hol vagy. A hangposta megtelt. Elnézést! El az útból, hölgyem! Hello! Milyen érzés, hogy országszerte ösztönzi az embereket? Fogjanak össze a jó ügyért! Andrew? Szia! Na végre! Hetek óta nem érlek el, azt hittem letiltottad a számom. Nem, csak dolgoztam. És próbáltam túllépni rajtunk. Sajnálom. Nem, ne tett, igazad volt. Ez így a legjobb. Én sosem vagyok ott. Most pedig én igazából Abukájban vagyok, Batánban, és... megtudtam neked valamit. Caroline! Caroline, az a férfi! Moreng! Megtaláltuk! Szóval látni fogom Mr. Morenget a monitoron? Igen, és ő is látni fogja magát, mintha egy szobában lennének. Ez fantasztikus. Jó vagy, Nagyi? Oké, akkor pár pillanat és kezdjük. Itt a kép. Jó, Mr. Moreng, látják önt? Hello, Mrs. Thomas? Üdvözlöm, Mr. Moreng. Kérem, szólítson Caroline-nak. Caroline! Megtiszteltetés ennyi idő után megismerni önt. Ó, igen. Hálásan köszönöm a lehetőséget. Sosem hittem volna, hogy ez megtörténhet. Mr. Moreng, ön tudja, mi történt a férjemmel? Igen, tudom. Amikor először találkoztunk, súlyos sérült. Nézd csak, itt van valaki! Americano! Neki segítsenek el. A barátja szintén rossz állapotban. Ő már halott. Kérem! Ő már halott. Kérem! Rajta segítsenek rajta. Jó ember volt. Mi történik? Hová visznek? Ő elviszi az amerikánokhoz. Nem, előbb őt vigyék. Több mint egy hét az út. Ő nem bírná ki. Csak adjanak neki esélyt. Csak egy személyes a szeki. Nem kockáztat újra! Vigyék! Semmi baj,
Nyugi, Billings. Akkor látom. Nyugi, Billings. Jó utat, Billings. Jó utat, jó utat. Éhes? Tomásnak mindig a zsebében volt a fénykép önről és a kisfiúkról. Most már tiéd a szíven. Tartsd a szíved mellett, és épségben hozd haza. Mindig szeretni foglak, Caroline. Szinte mindig Istenhez fohászkodott, hogy óvja önöket. Napról napra erősebb lett és csatlakozott hozzánk. Időnként felbukkantak ellenséges japán katonák. Ha megláttuk őket, végeztünk velük. Néha sokáig nem bukkantak fel, és akkor kerestük őket. Nyugi, Moreng, nyugi, nyugi. Megsérültél! Gyere! Gyere! Mesd meg a fiút! Visszajövök! Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazságos fényeim vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Caroline.
almást a sziklák közé temettük. Mr. Moreng, meg tudná újra találni azt a helyet? Tudom, hol van. Jó, az egyes és a hármas. Kösz. Annyi év eltelt, és végre tudja. Nem tudom eléggé megköszönni neked. Én köszönöm, hogy segíthettem. Julie, mindjárt végez oda bent, aztán lelépünk, hogy együtt lehessetek. Nem akarsz maradni? Nem, nem akarok túlakodó lenni. Pedig én szeretném. A dedikálás után azt hittem, hogy többé látni sem akarsz. Azt sajnálom. Csak kissé csalódott voltam, hogy láttalak a pasiddal. Mi? Mikor volt ez? Pár nappal a dedikálás előtt. Volt veled egy fickó. Eléggé lelkesen ölelgetted őt. Ja, de az nem... Az búcsú volt. Búcsú, ha? És most hogyan tovább? Most a haditengerészet hazaszállítja a nagyapád holttestét az államokba. Elvégzik az azonosítást, ami hosszú. Legalább, és úgy tudom, és aztán hazahozták a holttestét, hogy eltemethessétek. Szóval te engem nézel? Igen, téged. Láttam. Miért? Mert kedvelsz. Igen, csak egy kicsit. Nekem most vissza kell mennem dolgozni, mert van egy nagyon fontos teendő. Ó, igen? Igen. Te most tényleg dolgozni akarsz menni? Ráér. Hogy van Jenny néni? Most született a legkisebb dédunokája. Azt mondta, küldött képet, de nem látom. Mert először le kell tölteni, nagyi. Csak kattints rá az egérrel. Ó. Ó, ha látnád, milyen tündéri. Jó napot. Itt lakik Mrs. Caroline Thomas. Lucas Thomas vagyok, az unokája. Jöjjenek. Mrs. Thomas, Richard Brady káplán vagyok, ő pedig Harris tengerész altiszt. Hölgyem. Az államok haditengerészete nevében tájékoztatom, hogy a férje a 66 éve ütközetben eltűnt Neil Thomas hadnagy holttestét megtalálták. Őszinte megtiszteltetésnek veszem, hogy én nyújthatom át önnek a férje személyes tárgyait. Felhatalmazásomnál fogva elmondhatom, hogy a haditengerészeti minisztérium a következő kitüntetésekre terjesztette fel a férjét. Az ellenséggel szembeni helytállásáért, a szolgálatban és azon kívül tanúsított hősiességéért Neil Thomas, a haditengerészet hadnagya posztumusz kitüntetései, bíbor szív, ezüst csillag és haditengerészeti kereszt. Köszönöm mindkettejüknek. Nagyon köszönöm.
Most már tiéd a szívem. Tartsd a szíved mellett, és épségben hozd haza. Mindig szeretni foglak. Te meg mit művelsz? Tedd le azt a lapátot! Nagyi, ne már! Ideje kiszedni innen! De ez az első rózsa, amit a nagyapád ültetett, amikor megvettük a házat. De tudom, Nagyi, de... Nézd! Már nincs benne élet. Vége! Talán még nem. Talán van még élet a gyökereiben. Vágd le a tövéig. A bokor csak egy esélyre vár. Jól van. Én sosem mondok le semmiről. Visszakapod az irodádat. Azt hittem másnak adtad. Nem. Ez lesz a legjobb riport, amit valaha készítettünk. Mikor lesz a nagy esemény és hol? Központi pályaudvar Valentin nap, Irving szenátor közbenjárásával. Nagyon jó, nagyon remek lesz. Kicsit izgulok. Előbb távol lét, aztán közelíts, oké? Okay? Aztán pásztázz. A négy egyike voltam. Sziasztok! Időben ideértetek. Örülök, ketten itt vagytok. Mindjárt jövök, még 5 perc. Te nem hagytuk volna, és boldog Valentin napot. Örülök, hogy látom. És téged is. Caroline, jól van? Ó, nagyon jól vagyok, és köszönöm ismét. Szívesen. A vonat pár perc múlva az állomásról lesz. Azon a folyosón hozzák be a férjét. Caroline, semmit sem kell tennie. Csak várjon, ahogy mindig tette. És ne törődjön a kamerákkal, rendben, mintha itt sem lennének. Jó napot, Mrs. Thomas! Hogy van ma? Ó, Mr. Williams! Nagyszerűen nos, ha így van, akkor már ketten vagyunk. Épp mondtam magamnak, ilyenkor szokott megjelenni a csinos Caroline Thomas. És itt van, menetrendszerűen. Nem akartam késni. Nem, gondoltam, hogy nem. A férjem ma végre hazajön. Igen, nekem is mondták. Alakzat! Oké, azt vett. Osztag, előre! Lépés, indulj! Középre!
Fel! Kérem, hölgyem, jöjjön. Fel! Előre! Osztag, előre! Lépés, indulj! Menjetek csak be a házba. Én meglocsolom a rózsát. Jó, bízd csak rám, anya. Én szeretném, fiam. Susan, amit a nagymamámért tettél, az hihetetlenül nemes dolog. Mert kedvelem a családod. Örülök, hogy ismerhetem őket. Akkor is, ha csak velem kell beérned. Igen, te is megteszed. Tudod, egyszer majd én is... szeretném megismerni a családodat. Talán hamarosan. Igen? Igen, tegnap este felhívtam anyát. Nagyszerű. Igen, nem állunk olyan közel egymáshoz, de azért jó volt. Mikor láttad utoljára? Azt hiszem, amikor még apa élt. Akkor még boldogok voltunk. Nélküle minden más, és ezt nem bírom. Hé. Néha jót is hoz a változás. Váratlan dolgot. Mit szólnál, ha velem együtt látogatnád meg? Nos, az más lenne. És jó.
Magyar hangok. Kassai Ilona, Solecki Janka, Szatmári Attila, Sipos Eszter, Renát Zoltán, Törtei Tünde, Zámbori Soma, Barbinek Péter, Bácskai János. Magyar szöveg dr. Halász Blanka. Hangmérnök és vágó Nikodém Norbert. Gyártásvezető Bogdán Anikó. Szinkronrendező Balog Mihály. A szinkront az SPI International megbízásából a Balog Mix Stúdió készítette.